Most vettem fel a nyugdíjat, kész, mindent odaadom a számlát. Sokak számára kérdésessé válik a megélhetés, miután kifizetik számláikat. A lakosok pénztárcáját télen a fűtés vékonyítja meg leginkább. A nyugdíjasok lelkiismeretes számlabefizetőknek számítanak, de már ők is elmaradoznak a törlesztéssel. 60 négyzetméteres lakásra 12 000, 14 000 fizetek. Nagyon fölösleges ennyire fűteni is, meg ennyire, hogy fölemelték a számát, ez nagyon nem jó. Az előző hónapra, a decemberi hónapra mennyit fizetett, kevesebbet? Hát arra is fizettem 10-et. Vannak, akik a nyári hónapokban is több ezer dinárt fizetnek a szabadkai távfűtőművek szolgáltatásáért, hogy télen ne kelljen annyit költeniük a számlákra. Így is sokalják a legutóbbi januári elszámolást. Én télen-nyáron fizetek 10 000 dinárt, hogy ilyenkor télen ne legyen olyan túl sok. Előre fizetek, most is előfizetésben vagyok, de akkor is nagyon sok. Egy nő úgy véli, takarékoskodni kellene a hőenergiával. Szerinte éjszakára alacsonyabbra kapcsolhatnák a fűtést, így talán a számla is kisebb lenne. Csalódottan mondja, hogy ezúttal is milyen sokat kellett fizetnie. A 10 000 sem skoro dobila, a gazdanácsnik rekao da će nam računi biti mnogo jeftini. Mislim da smo malo svi neprijatno iznenađeni sa računima, da smo očekivali to oko 8 000 će biti otprilike. A szabadkai távfűtőművek új fizetési rendszert vezetett be az idei évtől. Most egységes árat kell fizetni a téli hónapokban. Ez kilovattóránként 7,39 dinár tesz ki az eddigi 4,5 dinár helyett. A fizetés ezentúl két részletben is lehetséges. A računi, koji su dobili na kućnu adresu, se odnose na potrošnju za mesec januar i on se može platiti 60% odmah, po valuti naznačenom na računu, a 40% to je nova mogućnost potrošača da plate odloženo do 6 mjeseci. Szabadkán két éve nem drágult a távfűtőművek szolgáltatása, az országban a legolcsóbbak közé tartozik. A nyári hónapokban ettől az évtől nem kell fizetni a szolgáltatásért, valamint törölték az elszámolásból a fogyasztástól független állandó tételt.